Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a Líceum Televízió nézőit. A Mesélőkövek sorozat negyedik részét élvezhetik. A Széchenyi utcát és a környező belső udvarokat járjuk végig, és megcsodálhatják, remélem, ezen részek építő és díszítő kőzeteit. A Széchenyi utca elején járunk, mint ahogy az utcatábla is mutatja, amely előtt a környező kőzetektől, ez itt egy júra időszaki vörös mészkőből készült, ebbe van belevésve ez a néhány betű, kiválóan lehet látni a kőzet szerkezetét, bioturbációs nyomok, és az E betű ékezete fölött egy ammonitesz átmetszet látható. Ám, hogyha lejjebb nézünk, akkor másféle kőzeteket láthatunk, vagy másféle kőzetet figyelhetünk meg, amely robbanásos vulkáni működésről mesél nekünk. Ez az Eger környékén oly sok helyen előforduló riolit tufa, vagy riodácit tufa, kedvelt építő és díszítő kőzet, kedvelt azért, mert időtálló és könnyen faragható. Ezek a kőzetek, amelyek az ablakkeretnél, illetve a lábazatban megfigyelhetők, minden bizonnyal már több mint 100 éve vannak ide beépítve. Egyes helyeken nagyon szépen lehet tanulmányozni a kőzet aprózódását, mállását az időjárás viszontagságának hatására. Pusztul, mállik, leveles elválás figyelhető meg. Riolit vagy riodácit tufa. Miről ismerjük meg? A színe, bár a mállás miatt már kapott egy enyhe, szürke bevonatot, de kifejezetten nagyon jól láthatók az intenzív, robbanásos vulkáni tevékenység során a levegőbe került apró lávafosztányok, az úgynevezett lapillik, vagy lapillik kövek. Helyenként horzsaköveket is meg lehet figyelni, remélhetőleg szebbeket láthatunk majd utunk során, ahol nem ennyire mállott a kőzet felszíne. Az érseki palota déli szárnyán egy történelmi emlékre utal a tábla. Kossuth Lajos itt mondott március 31-én 1849-ben híres beszédet, a tábla tanúsága szerint, a tábla pedig júra időszaki vörös mészkőből készült, ami kedvelt építő-díszítőkőzet. Magyarországon, Egerhez legközelebb, a Gerecsében, vagy a Balaton, vagy a Bakonyban lelhető, található. Következő megállóhelyünk, ahol érdekességet figyelhetünk meg, az OTP Bank bejárata. Itt az oszlopok és a bejárat feletti ragadozó madár egy eddig nem látott kőzetből van. A forrásvízből kiváló mész kivált a növényi szárakon, leveleken itt, és ez természetesen a növények pusztulását okozta. Megmaradt az egykori növénynek az ürege, hogy utalhat arra, hogy milyen volt az egykori környezet növényzete például. Eszembe, ha túloldalra tekintünk, úgyis ebbe az irányba haladunk. Egy műemléket jelző tábla tárul a szemünk elé. Ez a tábla tudósít arról, hogy
műemléképülettel állunk szembe. Felirat bárki számára olvasható, ám a tábla forrásmészkőből készült, amelynek a lelőhelye bizonyosan Dunaalmás környéke. Tovább haladva kapukereteket, lábazatokat, lépcsőket fogunk megfigyelni, méghozzá ezek kőzettani szempontból való érdekességét fogom elmondani. Ha a lépcsőre tekintünk, feltűnik, hogy más a színe, más a szerkezete, az állaga, mert más a kőzet is. Ez a kőzet a dácittufa, egy kevésbé savanyú vulkáni működés során keletkezett törmelékből jött létre, ám még mindig felfedezhetünk bennük horzsaköveket. Lelőhelye Egerhez legközelebb Bogács, a Bogácsi bánya például. Hívják ezt úgy is, hogy a Bogácsi kő, az Egri és Eger környéki kőművesek. A kerítés lábazata a már jól ismert riolittufa. Ám a lap, ami fedi, az is ismerős az egrieknek. Ez az úgynevezett daráskő, vagy forrásmészkő. Itt nagyon jól lehet látni, hogy miért is hívják ezt a helyiek, az egriek daráskőnek. Tele van üregekkel, lyukakkal, hasonlatos a darásfészekhez, hát az üregek mohákkal, és itt pedig az üregben réges-régen kivált a mészkő, cseppkőképződés nyomai figyelhetők meg. Ezek az apró kis gömböc, gömbölyded cseppkövek, az úgynevezett borsókövek. Itt pedig a vágott, csiszolt felszín az egykori növények nyomait mutatja. Ez a sok apró, sötétebb színű üreg, erre vált ki a mész. Aztán növények nyomai, növényi szárak a forrásmészkőben. Nem volt ez nagy üreg, 5-10 centi átmérőjű, és a kőzet feldolgozása során pont így vágták el, egy keresztmetszetét adva az üregnek, és így feltárultak a kicsinke cseppkő képződmények. És itt a kerítést végig, az érseki palota főbejáratáig, ezzel van borítva, forrásmészkő, alatta pedig a riolittufa. Az érseki palota kapujánál állunk. Ez az épület kívülbelül megéri azt, hogy megérné, hogy egy filmet forgassunk a benti kőzetek világáról. Igen nagy diverzitású, sokféle építő és díszítő kőzet található benne. Most csak elégedjenek meg a nyájas tévénézők azzal, hogy a bejáratról beszélünk, a két oszlopról, amely riodácit tufából épült, sőt a tetején levő díszek is, ez a kővirág, szintén ebből a kőzetből lett kifaragva. Itt kiválóan lehet látni a hatalmas lapilliket, ezek már akár dió nagyságúak is lehetnek, szögletes kőzettörmelék, a vulkáni működés során, a robbanások során dobódott ki, és a kidobódáskor már szilárd halmazállapotú volt, ezért szögletesek ezek a darabkák. Indulunk is tovább, földön járunk, és az a kőzet, amin tapodunk, nem is kőzet, valami műtermék, egyszerű műkő, szóra sem érdemes, és haladunk az érsekút irányába, a belső udvarok világát, kőzetvilágát fogjuk feltárni, bemutatni. Az Érsek utca és a Széchenyi utca sarkán levő épület bármelyik oldalát nézzük, az ablakkeretek riolittufából vannak. Itt megfigyelhető, hogy milyen érdekesen lehet ezt a kőzetet megmunkálni, csak hogy a díszítés szempontjából. Tovább haladva az Érsek utcában még mindig a belső udvarok felé megyünk, és egy eddig nem látott kőzetféleség, más szerkezetű, szövetű és más színű, mint a magyarországi vagy bulgáriai. Ez az, ami szemmel látható és szemmel, úgynevezett makroszkópos úton
megfigyelhető. Miért lehet ez vajon? Valószínűleg több volt a mészanyag, ami kivált, gyorsabban vált ki, nagyobb volt a nyomás, ami a kivált méziszapot érte. Nem volt a közelben semmiféle olyan növényegyüttes, amelyre kiválhatott volna, és emiatt a szerkezete lyukacsos vagy üreges lett volna. Egy ugyanazon dolgot többféle módon értékelhetünk. Ez számunkra, hogy itt lepusztult a vakolat, igen hasznos, mert feltárultak az épület építőkőzetei, ami mutatja, hogy ez a ház, az érsek úr hármas számú épület, és igen tömör, riolit tufa tömbökből épült. Riolit tufa, vagy riodácit tufa. Eger legtöbb lakóépülete, műemléképülete olyan riolit tufából, riodácit tufából épült, amelynek a lelőhelye Demjén, vagy a Demjén környéki kőbányák. A romlás, pusztulás után a megújulás egy szép példájára fogok rámutatni. Egy lábazat, amely néhány évvel ezelőtt készült, mutatja a kőzet is frissen faragott, csiszolt a dácit tufa bogács környékéről. Itt láthatók igazán a szép nagy horzsakövek. A dácit tufában kicsit kevesebb a szilícium-dioxid, ezért sötétebb. Aki először jár Eger városában, az megcsodálja Eger nevezetességeit, élvezi a borospincék hűsét, megnézi a várat, a dobóteret, és hogyha kedvet kap arra, hogy még többször visszajárjon, visszatérjen ide, megcsodálja Eger rejtett kincseit, a belső udvarokat. A belső udvarokról beszéltem, az, aki Eger hangulatát még jobban meg akarja fogni. A belső udvarok intim világát is meg kell, hogy ismerje. És az egyik belső udvarban egy eddig nem látott kőzet oszlop tárul, vagy tárul a szemünk elé, vonja magára a figyelmet. Ez a kőzet, egyből meg is mondom a nevét, ez a gabró. Furcsának hangzik, gabró. Mi ülthet az ember eszébe? Hát ez a garbó nevű pulóverféleségről, hogyha éppen valamire gondolnunk kell. Gabró, sötét színű, nagy szemcsés, kőzet. Ez egy tudományos, hogyha már egy picit tudományosan akarjuk mondani, akkor ez egy, azt mondjuk, hogy ez egy mafikus, mélységi magmás kőzet. Csak ez így olyan rondán hangzik, erről beszélek egy kicsit másképp, hosszabban. Olyan kőzet, amelynek az anyaga a földkéreg nagy mélységében 5 és 36 kilométer között kristályosodott kőzetté, kevés szilícium-dioxidot tartalmaz, sok benne a színes, nehéz fém, nagy, magas fémtartalmú elegyrészek aránya, ezért is ilyen sötét színű. A mélységi magmás létére az óriási szemcsék utalnak. Volt idő és minden irányból ható erős hidrosztatikai nyomás. Így alakultak ki ezek az óriási szemcsék. Olyan fél centi, 2 centiméter közötti ásvány szemcsék ezek. Hol található? Van ilyen Eger közelében? Van. Egerhez legközelebb Szarvaskő környékén számos bánya tárja fel ezt a kőzetet, hiszen a Bükk-hegység főtömegét ugyan triász időszaki tengeri mészkő alkotja, ám a Bükk-hegység déli peremén egy jura időszaki magmás test található, mélységi magmás, szubvulkáni, illetve kiömlési kőzet változatokkal. Ennek szép példája ez a gabrótömb, amely minden bizonnyal a Szarvaskőből, a Tardosi kőfejtőből származik.
a Gabró emlékoszloppal szemben egy homokozó terül el. Óvodai emlékeink horgadnak fel, amikor a homokot látjuk. Hajlamosak arra az emberek, hogy elfelejtsék, hogy a homok is kőzet. Pedig életük hajnalán ez az a kőzet, amivel először megismerkednek. Kivéve, ha nem esnek sokszor hasra, járás tanulás közben grániton például. Tehát ez is egy kőzet, amely különböző más kőzetek aprózódásával, málásával keletkezhet. Ez, amit itt láthatunk, ez ilyen barnás, majdnem enyhén vöröses színű. Ez mutatja, hogy ez egy limonitos homok, limonit színezi. A homoknak az anyaga általában kvarc, szilícium-dioxid szemcsékből álló törmelékek, törmelék alkotja. Mikroszkópi kicsinségű, 2 mm alatti szemcse átmérőjű ez a kőzet. Laza, üledék, amely képződhet tengerekben, folyóvízi körülmények között, vagy akár tavakban is. A színe árulkodó lehet a homoknak, arról árulkodik, hogy milyen környezetben keletkezett. Visszautalok a sorozat egy régebbi részére, amely a Windféle téglagyárat mutatta be. Ott zöld színű, úgynevezett glaukonitos homokkövet figyelhettek meg a tévénézők. Ez itt tengeri homok minden bizonnyal, és ahogy haladunk a tengerben egyre mélyebb körülmények közé, úgy egyre inkább kisebbek a üledék, a törmelék szemcsék. Ez a homok normál szemcseméretű, manapság olyan 20-25 méter vízmérséktől 50 méter, 100 méter vízmérségig találhatunk ilyeneket tengerekben. Menjenek el a tévénézők a Bahamákra. Ott korall törmelékből van a homok, kevés benne a szilícium-dioxid elvétve egy-egy szemcse, apró hullámok által apróra zúzott korall mész darabkákból áll az a homok. Erzsébet tér, Dobótér felüli sarkában két hatalmas kőkolonc hívja fel magára a figyelmet, óriás kavicsok, díszesen kimunkált, faragott forrásmészkövek. Szerkezete arra utal, hogy ezek magyarországi forrásmészkövek. Körülötte pedig a tér, mint egy a napot szimbolizálva, vagy pedig a kis szobor kompozícióra felhívva a figyelmet, egy napot formáz, kőkockákat láthatunk, ezek andezitből, andezit tufából vannak, és bármelyik irányból is közelítjük meg, ezek a hosszú vonalak mind a szoborra irányítják a figyelmet. Most látom csak, hogy van egy-két bazalt kocka is, csak a változatosság kedvéért. Elhagyjuk a belső udvart, a Széchenyi utca felé haladva, ám nem haszontalan, hogyha megállunk itt az egyik kapubejárat Erzsébet felüli részén, ahol díszesen faragott, néhol már egészen erodálódott riolit tufa képződményeket figyelhetünk meg. Egy férfi és egy nő képmása riolit tufába faragva. Tehát férfi képmás riolit tufába faragva, női képmás riolit tufába faragva, riodácit tufába. Jobb állapotban van, ez is mutatja, hogy a nők egészségesebbek, hosszabb életűek.
Ez a mállott pedig valószínűleg az anyós volt. A fagynak, a napsütésnek a nyomai erodáló hatása. És most pedig antropogén formálást figyelhetnek meg itt a pálcám nyomán. Tehát az Erzsébet udvarból a Széchenyi utca irányába menve a járó alkalmatosságot járdát vékony bazalt kockasávok díszítik. A bazalt egy sötét színű kiömlési kőzet, tulajdonképpen rokona a gabrónak, amit az imént láthattunk. A gabró anyaga a mélyben, a kérekben kristályosodott kőzetté. A bazalt pedig ugyanennek a magvának a föld felszínre jutott változatából, a bazaltos lávából alakult ki. Visszatérünk Eger főutcájára, a Széchenyi utcára, elhagyjuk az Erzsébet udvart. Mielőtt még kiérnénk magára a főutcára, egy csillogó-villogó kőzet, ami a szemünkbe ötlik, szépen csiszolt táblák, és ahogy mozgatjuk a fejünket, hol az egyik, hol a másik ásványszemcse csillog be. Ilyennel Eger városában kevés helyen találkozhatunk. Ennek a neve a labradorit, tulajdonképpen egy földpát, plagioklász földpát ásványból álló kőzetről van szó. Kedvelt a sírkövesek körében, ritka az, amikor egyébre használják itt Magyarországon. Hát a Szent János utcát hagyjuk el éppen, keresztezve a Széchenyi utat, Eger főutcáját, az Érsek udvar felé vesszük az irányt, egyik belső udvarból ki, a másikba be, kövessenek. És meg is érkeztünk, bemegyünk az Érsek udvarba, és nem is kell sokáig mennünk, hogy kőzettani érdekességet figyeljünk meg. Az egész udvar kockákkal van borítva, helyenként előfordulnak világosabb színű andezit sávok, sorok a díszítés kedvéért. Egy sötét, egy világos. A kis emelvény kőzetei szintén bazalt kockák, helyenként andezitek. A kőzet, amiből ez a kis szökőkútszerűség áll, van, ez egy műtermék számunkra kevésbé érdekes. A bazaltról esett szó, kiömlési vulkáni kőzet, láva kőzet. Az andezit szintén, csak a színe is mutatja, világosabb, mint a bazalt, több a szilícium-dioxid tartalma. Más ásványokból épül fel az andok fő felépítő kőzete, azonban ha andezitet akarunk gyűjteni a saját gyönyörűségünkre, nem kell messze mennünk Dél-Amerikáig, el az Andok-hegységig, elég, hogyha elkirándulunk a Mátrába, a Mátra-hegység fő tömegét alkotja ez a kedvelt díszítő és építő kőzet. Bazaltért már Magyarországon kicsit távolabbra kell mennünk, vagy Salgó-Tarján környékére, vagy a vállalkozók kedvűek a Balaton felvidéket is felkereshetik ezen sötét színű kőzetért. Már szinte hiányérzete lehet önöknek, kedves nézőink, hiszen oly régen esett már szó a riolit-tufáról, riodácit-tufáról. Örömmel jelenthetem, hogy itt az Érsek udvarban az összes ablak és ajtókeret ebből a kőzetből áll. Tulajdonképpen most, hogy kifelé megyünk az udvarról, nem is beszélünk többet róla, hiszen már előző részekben is és mai adásban is rengeteg szó esett erről a kedvelt építő és díszítő kőzetről. Ismét a Széchenyi utcán járunk, és épületes példáját láthatjuk annak, hogy az Eger belvárosát felépítő kőzetek, az építő kőzetek között milyen nagyon fontos az már sokat emlegetett riolit tufa.
Szerencsére a vakolat leomlott, és feltárult a kőzet, riolit tufa tömbök, szépen kockára vágva. De tulajdonképpen bárhol levelhetnénk a vakolatot itt a főutcán, akkor is riolit tufát láthatnánk, riolit tufát, riodácit tufát. Ügyes szín volt a főutcán, egy üzlet bejárata márványlapokkal van borítva. Közepes minőségű olaszországi márvány Carrara környékéről. Átalakult kőzet, ritkán használják az ilyet itt Egerben ilyen célra. Nagyon jól tanulmányozható a kőzet szövete, szerkezete. A nagy nyomás hatására a kalcit kristályok meghíztak, kigömbölyödtek és szorosan egymáshoz tapadnak. A kőzetben fekete foltokat, sávokat láthatunk, az egykori mészkő, mert a márvány kiindulási kőzete a mészkő, mészkőben megtalálható szennyeződések lehetnek ezek. Tovább haladva két angyal alak tűnik a szemünkbe, mind a kettő díszesen faragott, a kőzete pedig, amiből készültek, riolit tufa. Úgyhogy az Eger környéki riolit tufák nem csak építőkőzetnek, hanem díszítőkőzetnek is kiválóak. Ez egy újabb példája ennek a dolognak. Egy zártabb helyiségbe fogunk bejutni most, bemenni, ahol 130-150 millió éves tengerek emlékét őrzi a kőzet. Jura időszaki mészkőlapokkal van borítva, mélytengeri üledék, magas agyagtartalommal, vörösre a vas színezi, és benne az üledékben élő állatok járatai is megfigyelhetők, eltérő színű kitöltésként. Itt van egy kiváló példája ennek, ez egy élettevékenység nyom. Manapság tízlábú rákok egy csoportja készít ilyet, laza, meszes ajzatban. Ám gyakoriak a jura időszakra jellemző mai kagylócsigák rokonainak átmetszetei és az ammaniteszeknek a átmetszetei. Itt rengeteg életnyom. Itt csigák átmetszetei vannak, meg itt is. Ammoniteszt, igen. Tele van életnyommal. Bioturbációs. Látod itt a félkörívét? Ez. Hát éppen lehet. Ez a kettes számú tartalék. Még jobbat. Itt egy picinke. Jaj, de szép. Itt ez a 2-3 cm átmérőjű. Ez nem csiga, nem kagyló, hanem ammonitesz, külső vázas fejlábú. A kréta időszak végén, mintegy 60-70 millió évvel ezelőtt kihaltak. Egyetlen távoli rokona él ma az Indiai óceánban, a Nautilus pompilius nevű külső vázas fejlábú. Kijöttünk a mozi előcsarnokából, és átellenben a régi Cisztercita gimnázium előterében fogunk kőzeteket tanulmányozni. Mai utunk során ezt a kőzetet még sehol nem figyelhettük meg. Ez egy igen világos színű, szépen sávozott kőzet, a neve riolit. A neve a görög reó folyni szóból származik, a folyásos szövete miatt. Világos színű, kisfajsúlyú, azért ilyen világos színű, mert magas a szilícium-dioxid tartalma. Igen, lassú, lomhamozgású, viszkózus lávából keletkezett. Legközelebb Egerhez, a Mátra déli peremén
a Gyöngyös-Solymosi Kishegyen bányásszák, ide is onnan került. Kedvelt díszítő és építő kőzet. Haladunk tovább, ám nem műkövön, hanem apró kavicsokon. Ezt a köznép úgy is ismeri, hogy gyöngykő. A tudományos neve finom kavics, idegen szóval murva. Azt a kicsiny szemcseméretű kavicsot hívják így, amelynek az átmérője 2 cm alatti, de nagyobb, mint 2 mm. Egy újabb kőzet, ez a fekete színű tábla, emléktábla. Ilyen kőzettel nem találkoztunk, sőt, utunk során eddig csak egyetlen metamorf, átalakult kőzetet figyelhettünk meg, ez a márvány volt. A márvány az egy igen nagyfokú metamorf, átalakult kőzet. Ez a sötét színű pedig az amfibolit nevű, közepes fokú metamorfit, sötét színű, kevés szilícium-dioxid tartalmú kőzetek átalakulásával, metamorfizálódásával jön létre. Magyarországon nem található ilyen kőzet. Norvégiából, Kínából kerülhetett ide. Utunk végéhez érünk lassan, és úgy látszik, hogy itt duskálni fogunk a metamorf kőzetekben. Nagyon szép, nagy tisztaságú kararrai márvány emléktábla az 56-os sortűz áldozatainak emlékére. A Csíki Sándor utca és a Széchenyi utca sarkán vagyunk, és tovább haladva az újságos pavilon, az újságos előtt 2 lépcsőfokot figyelhetünk meg, ez is egy metamorf, nagyfokú átalakult kőzet, magyar neve nincs neki, gneisz. Ahogy mondom, úgy kell leírni, ez a neve átalakulhat gránitból, bármilyen olyan kőzetből, amiben van bizonyos agyag, homok, szilícium-dioxid tartalom. Átkelve a Csíki Sándor utcán, még mindig a Széchenyi Csíki sarkán járva, egy utcanévtáblát láthatunk. Ez is jura időszaki vörös mészkőből készült, látható a kőzet szerkezetéről, a színéről. Hát még néhány lépést téve egy újabb táblával fejezzük be kőzettani sétánkat. A Dobó István Gimnázium alapításának 100. évfordulójára emléktáblát helyeztek el az iskola falán. Ez a tábla, amelynek anyaga forrásmészkő. Jól lehet látni a csiszolás ellenére is a lyukacsos szerkezetet, és a színe is erre utal. Kőzettani sétánk végére értünk, elmélkedjünk, miféle kőzeteket is figyelhettünk meg, építő, díszítő kőzeteket láthattunk, magmás, üledékes, metamorf kőzeteket, mind a 3 nagy genetikai csoport képviseltette magát eltérő arányban, némelyik csak díszítő kőzet volt, némelyik pedig határozottan építőkőzet jelleggel bírt. Eger utcái, terei, épületei rengeteg kőzettani érdekességet rejtenek. Terv szerint a következő részben a líceum épületének kőzeteit fogjuk vizsgálni, kívül, belül, a pincétől a padlásig. Köszönöm a figyelmet!